Ünnepélyes szalagátvágással adták át először a gyulai önkormányzat felújított épületét, majd a szintén korszerűsített orvosi rendelőt. A két létesítményen energetikai korszerűsítést végeztek, nyílászárokat cseréltek, napelemet szereltek fel. A Magyar Falu programnak köszönhetően számos újítást végeztek a községben az utóbbi időben, erről beszélt Selmeci László polgármester. Mostanában itt gépeket nyertünk, és sok minden, tényleg nem is tudom, előtte is utat nyert, most már második ilyen útszakaszt sikerült, hála Isten, megnyernünk, járdát építettünk, úgyhogy tényleg nem panaszkodhatom. Nagyon jól sikerült ez a pályázat, ez nagyon jó, hogy így kijött, mert így önerőből az önkormányzat nem tudott volna egyről a kettőre jutni, mert igaziból annyikora nagy bevételünk nincs, úgyhogy elég fönntartani magunkat, meg itt, amik szükséges, legszükségesebb dolgokat csináljuk meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a hivatalos átadón elmondta, hogy a 2019-ben elindult Magyar Falu programnak köszönhetően lehetőség van a kistelepülések fejlesztésére. Most Gyulajon vagyunk, ahol két újabb fejlesztés készült el, mégpedig az egészségháznak és a községházának a felújítása, összesen 60 millió forintból, de egyébként az elmúlt időszakban csak Magyar Falu programból 100 millió forintot nyert el ez a település. Egyébként pedig nem sokára megkezdődik 40 millió forintos forrásból az utcák vagy az utaknak a korszerűsítése is, mégpedig az Árpád utca, Kossuth utca és a Szabadság utca. A jövőben Gyulajon szolgálati lakásokat szeretnének kialakítani az itt tanító pedagógusok számára, illetve a művelődési házat is felújítanák.